Szép jó reggelt mindenkinek! Második napot indítjuk el itt Horvátországban. Most a szálláson vagyunk, ami itt volt mögöttem, és tök jó volt. Igaz, hogy az ágy egy picit fura volt, de ez a saját kis személyes problémám. Mögöttünk a csodálatos nap felkeltét lehet látni. A mai programunk az a Plitvicei tavak. Innen megyünk először a buszhoz, ott lerakjuk a cuccokat, aztán megyünk arra gyalog, 2,5 kilométer, csodás kis reggeli séta lesz, és nekivágunk a Plitvicei tavaknak. Egyébként már a mögöttem levő látvány is egy igazi látványorgia. Gyakorlatilag ez tegnap éjjel nem látszott ennyire, hogy mekkora szakadékos, szúrtokos vidék van itt mögöttünk. Csodálatos, nagyon jó. És állítólag tele van medvével, itt körülbelül olyan 300 négyzetkilométeren van 40 medve, úgyhogy ha kimegyünk az erdőbe, akkor nagy eséllyel belefuthatunk egybe, csak nehogy úgy járjunk, mint a DiCaprio. Amit viszont még a tegnapi videóban nem hiszem, hogy elmondtam, de fontos szót ejteni erről, ez az út, ugyanúgy, ahogy a Travel Hunter csatornája is se, nem jöhetett volna létre a Roli Túra nevű cég nélkül, akik minket választottak videózni, és elhoztak minket ide a csodálatos Horvátországba, és a még csodálatosabb Plitvicei tavakhoz. Úgyhogy köszi Roli Túra, linket találtok a leírásban, hogyha esetleg érdekeltiteket egy ilyen kirándulás, vagy egyéb más, akkor mindenképpen nézzetek rá, mert nagyon-nagyon jókat és nagyon érdekes túrákat szerveznek. Az ott nem egy medve, hanem valami fa, remélhetőleg. Na hát, most már benn vagyunk az erdőben, végigjöttünk a kis erdei úton. Gyönyörű volt így reggel. Igazából annyi volt, hogy ugye mivel erdőn jöttünk végig, gyakorlatilag fölöttünk fák, mellettünk fák, mindenhol. Elég sötét volt. Most pedig megyünk le a bejárathoz, a tavakhoz. És most egy kis erdőn fogunk menni, földúton, stb. Rajtunk már a túracipellő, és megyünk is. Állítólag itt kell lemennünk. Ami nem jön ki, de iszonyatosan meredek. Úgyhogy Holy Jesus Christ! Jó, szerencsére megnyugtattak minket, hogy nem ott kell lemennünk, ellenben iszonyat szép volt így a ágakon keresztül látni ezt a rengeteg vízesést, meg az iszonyatos mélységet. Ez az egész erdő engem a Leonardo DiCaprio-nak a Revenant című filmjére emlékeztet. Már csak a kis hó hiányzik, de az valószínű, hogy a téli Plitvicén itt lehet. Alattunk már a tórendszer látható, ennek az zúgását lehetett éjjel is hallani a szállásunkról, iszonyat gyönyörű, és amit itt semmelyik objektív nem tud átadni, az a mélység, hogy itt mégis mekkora tér van, hát ez fantasztikus. Elméletileg ott voltunk szemben, abban a kilátóban. Na, mögöttem van az egyik vízesés, ami talán innen is látszik, hogy iszonyat nagy. És majdnem, hogy onnan jöttünk,
föntről. Egyébként a plitvicei tavak az 1979 óta az UNESCO világörökség része, 20 000 hektáron terül el, és ebből olyan 200 hektár az, ami vízfelület. Kicsi rövid info. Hát a víz az ilyen tiszta, hogy szinte lelátni az aljára. Na hát most már itt a tóparton sétálunk ezen a fa hídon, fa pallón. A víz az iszonyatosan tiszta, gyakorlatilag szinte lelátni az aljára. A kis faágak, lombok, belehullott lombok nagyon gyönyörűen lehet látni. Amúgy meg az egész tó ilyen smaragdzöld színű. Tényleg lenyűgöző látvány. Pláne itt a tér, hogy mi milyen mélységekben vagyunk, meg mekkora sziklák, szakadékok vannak itt fölöttünk. Az idegen vezető bácsi, Igor, azt mondta, hogy egyetlen egy ellenségünk van itt, a medvéken kívül, az pedig nem más, mint a japán turisták. Kínai turisták, csak azt mondta, hogy be kell ötni vízbe. A kínai turisták, amik gyakorlatilag ugye befoglalják az egész szélességét ennek a kis pallónak, egyetlen egy helyes megoldás van ellenük, mégpedig az, hogyha franciának tetetjük magunkat, és belökjük őket a tóba. Mivel a franciák renoméján már amúgy se lehet tovább rontani. It's a good idea. Időközben megtaláltuk a fotósok közkedvelt helyét is, egy gyönyörű vízesésnél egy ilyen kis beugró pallót, ott az úriemberek statívval, nagy fényképezőgéppel, nagy objektívvel, mindenféle kütyűvel fotóztak, a kínai és japán turisták pedig telefonnal és tablettel. Na de most éppen egy gyönyörű kis tóparti, ilyen kőszegéllyel kirakott kis járdán megyünk a hajó felé, ugyanis azt el kell érni, állítólag még szebb lesz a látvány a hajó után, de gyakorlatilag nem tudom, hogy ezt hova lehet bárhova is fokozni. Egyébként őszi színekkel csodálatos ez a látvány. Nyáron is ugye látogatható, akkor sokkal több turista is van, meg sokkal több ember van itt a tavaknál, viszont ősszel ezt a színvilágot kár kihagyni. Na hát most itt vagyunk egy ilyen kis pihenőnél, a Stage 1-on. Itt fogunk hajóra szállni, ami már ott áll mögöttünk. Gyakorlatilag még van itt körülbelül egy olyan 25 percünk, kicsit szusszanni, kicsit pihenni, azért tényleg egy eléggé erős menet volt ez. Nagyon jó helyeken jártunk, már most, és állítólag még most megyünk csak a szebb helyszínre.
Ami a másik, iszonyat jó időnk van. Szóval oké, hogy október eleje van, egészen pontosan október 8-a, szóval így már magasan benne vagyunk az őszben, amit itt látszik is egyébként, hogy iszonyat gyönyörű színek vannak, iszonyat gyönyörű az egész. Én nem szeretem annyira az őszt, nem vagyok egy nagy őszrajongó, de itt ez valami csodálatos. A másik, hogy fények tekintetében pedig ki se foghattunk volna szebb időt, ugyanis felhős idő van, az tény, viszont operatőri szemmel nézve ez a fény, ez tökéletes. Pláne ezekkel a színekkel pedig végképp nyerő az egész. Szóval én azt mondom, hogy talán egy őszi időben is bőven megéri ide eljönni. Kell már egy széljacki, meg egy melegebb kis túranadrág, de ez mindenképpen megér annyit, ez a gyönyörű őszi látvány. Na, remélem, hogy lehet hallani, körülöttünk, alattunk zúgnak a vízesések. Megjöttünk a hajótúráról, gyakorlatilag áthajóztunk a partnak a másik végéből, a nagy tónak a másik oldalára, és folytatjuk is tovább az utunkat, ilyen gyönyörű helyeken. Gyakorlatilag vízesés hátán, a hajón egyébként rohadt hideg volt, de ez betudható az ősznek. Nos igen, gyakorlatilag azért nem lehetett hallani semmit, ugyanis alattunk dübörgött a vízesés. Lenyűgöző ez. De tényleg, állítom, hogy az összes szépséget nem is láttuk itt egy nap alatt, vagy nem is fogjuk itt egy nap alatt látni, úgyhogy ide mindenképpen vissza kell jönni még egy napra, hogy ezt úgy teljes mértékben át tudjuk élni. Mögöttem látni a nagy vízesést, vagy az egyik nagy vízesést, gyakorlatilag, hát ez valami lenyűgöző, fenomenális, nincsenek rá szavak. De kicsit arrébb megyek, mert itt éppen a tömegben állunk és tartjuk fel a sort, de mi ez? Konkrétan hogy képes erre a természet? Most úgy őszintén. Az egyébként, hogy iszonyat nagy pára van, mármint ugye a sziklákon szétcsapódó víz az, ami nagyon a levegőben van. Tiszta víz a fényképezőgép is, meg én is, a hajam is, meg minden. Nagyon durva. Tehát itt most újra ilyen fapallókon sétálunk. Jenny, tényleg ide még vissza kell jönnöm.
most, mint megtudtuk, egy olyan helyre megyünk, ahol gyakorlatilag a vízesést azt így kézzel el tudjuk érni. Biztos, hogy vizes lesz, köszönjük Captain Obvious. Azonban ez nem hátráltat meg minket abban, hogy belenyúljunk a vízesésbe kamerával. Nekem rövidek a karjaim, de ha valaki elég bátor, akkor be tud mászni és el tudja érni a vízesést. Zseniális látvány még mindig, de ezt már szerintem elmondtam jó néhányszor. De még el is fogom. Időközben megérkezett a kégég is, kisütött a nap, vagy kisütőfélben van, de ez a videón csak most látszik. Na hát a plitvicei túránknak a vége felé járunk már, most már itt lejöttünk busszal a Stage 2-höz. Valahova itt a busszal jöttünk most, egy ilyen kis buszvasútszerű valamivel. Úgyhogy most innentől kezdve már csak ilyen 15-20 perc séta, elérjük a buszt és indulunk haza. De azért még itt vettünk egy kiváló sört is, és ha már így itt a kamera előtt tartok, akkor elsütöm itt is a kinyitós attraction-t. Szóval egészség. Ezt nem szabadok kihagyni. Andris, mekkora mélység van itt? Óriási. Én totál nem tudom, hogy videón mennyire jön át ez, de iszonyatos mélység van alattunk. Amikor ott a fotósok voltak és ott állványjal fotóztak, az ott tudja, ott volt, arra felé. Érdekesség, hogy még valakinek az objektív árnyékolója is ott lóg egy faágon. Nos, azért valószínű, hogy mi se fogunk lemászni, mert itt alattunk a háborgó mélység található. Most végig is értünk ezen a kiváló Plitvicei Nemzeti Parkos túrán. Ez így ősszel is lenyűgöző volt, iszonyat szép színek voltak, iszonyat jó időnk volt, és iszonyat látványos volt ez az egész. Gyakorlatilag először voltam itt a Plitvicei tavaknál, de nem utoljára. Valószínű, hogy ide még visszatérek, mert szerintem annyi látnivalót hagytunk ki, hogy az valami félelmetes. Itt mögöttem egy csodálatos panoráma látható, itt is fejezzük be a videót. Még egyszer, nagyon nagy köszönet a Roli túrának, hogy minket ide elhozott az Andrissal, és végig tudtuk videózni ezt az egészet.
nice. Nagyon-nagyon-nagyon király hely volt, és ide még mindenképpen visszatérek. Leírásban megtaláljátok a Roli túrát is. Innen is köszönnék, ez volt a Mozdulj Ki csatorna, én Spielmann Zoltán voltam a Plitvicei Tavaktól. Ha tetszett a csatorna, akkor lájkold, oszd meg a videót, iratkozz fel, stb. Stb. Találkozunk legközelebb, sziasztok! Legközelebb azt hiszem már elcsinálok.